246 helyszínen keletkezett szabadtéri tűz július közepéig megyénkben, amely több mint 73,6 hektár területet érintett. 322 tűzoltó jármű vonult az adott helyszínekre. Az idei térségbeli szabadtéri tüzek nagyobb része az erdő és mezőgazdaságot érintette. 112 esetben erdő és vegetáció tűz miatt vonultak a tűzoltók. Július közepéig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 246 szabadtéri tűz keletkezett, ez több mint 73 hektárnyi területet érintett. Ezen tűzesetek mintegy fele a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén keletkezett, tehát a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a legtöbbször szabadtéri tűzesethez. Az idei év csapadékosabb, mint a tavalyi év, és ennek köszönhető talán az is, hogy jóval kevesebb a szabadtéri tűz ebben az időszakban, mint mondjuk a tavalyi év adott időszakában, de ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kellene mondjuk például azt hagyni, hogy jelen pillanatban is tűzgyújtási tilalom van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kigyulladt munkagép miatt egy alkalommal riasztották a tűzoltókat. Április 24-én egy traktor gyulladt ki Nyíregyháza külterületén Nyírjes tanya közelében. A traktor már teljes terjedelmében égett, mire a nyíregyházi hivatásos tűzoltók kiérkeztek a helyszínre. A tűzoltók 4 vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Noha az idei csapadékosabb évben kevesebb szabadtéri tűz keletkezett, mint egy évvel korábban, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene a betakarítási munkák közben odafigyelni a tűz megelőzésre. A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy fokozott tűzveszély van. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon, valamint ilyenkor tilos tüzet gyújtani a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Például ugye Nyíregyházán ide értendő mondjuk az erdei tornapályánál lévő, a város üzemeltetésében lévő tűzrakóhelyek, tehát ilyenkor ott sem szabad esetleg bográcsozni, vagy éppen szalonnát sütni. A tűzgyújtási tilalom amúgy nagyon sok mindentől függ, hiszen figyelik a meteorológiai előrejelzéseket, azt is, hogy az adott területen, térségben hány szabadtéri tűz keletkezett, valamint az ott található erdők élő és hold biomasszáját, tehát nagyon összetett dolog, hogy mikor is hirdetik ki a tűzgyújtási tilalmat, és az, hogy az adott térségben, vármegyében mettől meddig van tűzgyújtási tilalom, természetesen a lakosság, az érdeklődők részére is teljesen egyszerűen elérhető. Többek között a szabolcs.katasztrófavédelem.hu főoldalán is található egy ilyen tűzgyújtási tilalom térkép, amely az egész országot mutatja, és vármegye szintre le lehet szűkíteni, rá lehet nézni, hogy piros-e Szabolcs, avagy sem. Érdemes tehát tájékozódni a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalos weboldalán az aktuális tűzgyújtási tilalomról, fokozott tűzveszélyről, melyet minden nap frissítenek.